Cserpakovics András polgármester és Bóka Viktor jegyző sajtótájékoztató keretében mutatta be azokat az elektromos kerékpárokat, amelyek a jövőben megkönnyítik az önkormányzat munkatársainak munkáját. A 19 millió forintos Európai Uniós pályázati forrásból megvalósított beszerzés keretében 11 modern bicikli álmától a hivatali dolgozók rendelkezésére. 11 elektromos kerékpárt tudtunk beszerezni, alapvetően az önkormányzati dolgozók számára. Egy kicsit ilyen pilotprogram is, hogy kipróbáljuk, hogy ez hogy működik, és van-e rá kereslet, akkor tudjuk ezt bővíteni akár más szektorok, intézmények irányába is. Erre azon kerékpáros fejlesztés keretében van lehetőség, ami több mint 18 kilométeren kerékpár nyomokat és kerékpár sávokat, kerékpár utakat építünk, illetve jelölünk ki. Bóka Viktor jegyző is elégedetten nyugtázta, hogy az eredményes pályázatnak köszönhetően a jövőben egy új szemléletformáló eszközzel, hivatali életformával barátkozhatnak meg munkatársai. Céges kulcsos autók már eddig is a polgármesteri hivatal munkatársainak rendelkezésére álltak, hogyha helyszínelni kellett menniük, vagy a munkájukat végezni. Immáron mától elektromos biciklik is a rendelkezésre állnak ehhez. Nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy egy Európai Uniós pályázat során sikerült beszerezni ezeket a kerékpárokat. Ugye jelenleg 11 darab kerékpárral tudunk haladni, ami nagyon jó, hogy a legkisebb teljesítményű is 500 wattos, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 100 kilométert egy töltésre tudnak vele kerekezni a kollégák. A projekt része annak az Európai Uniós pályázati forrásból megvalósuló kerékpáros fejlesztési csomagnak, amelynek során több mint 18 kilométernyi kerékpárnyomok, sávok és utak épülnek a városban. A hivatalos átadást követően nem maradhatott el a próba sem. Cserpakovics András polgármester biciklire pattant és megelégedéssel tapasztalta meg az Ízig-Vérig 21. századi eszköz jó tulajdonságait.